Igen, igen, nyertek. Gyere, Laci, mellém. A DK frakcióvezetője főpolgármester helyettese rendezgette pártja két új kerületi polgármesterét a fővárosi közgyűlés mai ülésének szünetében. G. Németh Erzsébet mosolyogva köszöntötte a frakciójukban a múlt héten az MSZP-ből kilépett Kis Lászlót és Szaniszló Sándort. Kedves kollégák, üdv a fedélzeten! Szaniszló Sándor arról beszélt, ők keresték meg a DK-t, mert nem voltak elégedettek az MSZP-vel. Úgy tűnt, hogy nem kapjuk meg azt a támogatást, amit polgármesterként elvárhattunk volna, ezért a DK-hoz fordultunk. De hogy pontosan mire gondolt, azt nem tudtuk tőle megkérdezni. Kis László is arról beszélt, hogy az erősebb támogatás miatt döntött a DK mellett. Nagyon fontosnak tartom, hogy olyan pártközösség álljon mögöttem, amely partner nem tud abban lenni, hogy Európai Unióhoz közvetlenül tudjunk fordulni a forrásbővítés kapcsán. Az MSZP elnöke korábban jellemtelenségnek és a párt hátbaszúrásának minősítette a lépésüket. Néhány ember örömlányos mentalitása nem zavar bennünket. Szaniszló Sándor most úgy reagált, szeretné, ha idézem, véget érne a tányércsapkodás és elkezdődne a közös munka. G. Németh Erzsébet szerint az MSZP-nek is tisztában kell lenni a saját felelősségével az ügyben, de ettől még közösen kell dolgozniuk a jövőben is. Aki nem tud ebbe belesimulni, beleilleszkedni, nem tud együttműködni, az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon rosszul teszi. Az MSZP fővárosi frakcióvezetője szerint a két polgármester átlépése, idézem, súnyi cserbenhagyás. Nem a DK felelőssége, hogy ez az esemény bekövetkezett, de a két átlépő polgármester erkölcsileg, morálisan megbukott egy vizsgán. Horváth Csaba hozzátette, az MSZP lezártnak tekinti az ügyet, és kész a további ellenzéki együttműködésre. A két polgármester múlt heti átlépésével a fővárosi közgyűlésben az MSZP helyett most már a DK-i a legnagyobb frakció.